Mindenki a gépben. Starter indult a nyeretlen két évesek versenyének első része. Supernova az újonc gyengén kezd, elszállhatnak az esélyei. Mágnás öcsi viszont remekül indul. Mágnás öcsi, Matthias Corvinus és Polistena színei tűnnek fel az első három helyen a startot követően. Valdeszkó sem kezdett egyébként rosszul, középen János Vitéz is jön egy kicsit felfelé. Suranó marad le egyre inkább, Parádé még azért úgy nagyjából látó távolságon belül, de neki is nő azért a hátrány, úgyhogy elég hamar elválik a mezőny, és az esélyesebb lovak maradnak a frontban. Közülük is Mágnás Öcsi az, aki diktálja a tempót. 3-4 hossz van az előnye Matthias Corvinusszal szemben. Bent a falon továbbra is ott van Valdeszkó, mellette pedig Polistena. János Vitéz jelenleg az ötödik pozícióban látszik akkor, amikor a finisre fordul a csapat. Mágnás Öcsi előnye még mindig talán azért van 2-3 hossznyi Matthias Corvinusszal szemben. János Vitéz próbál zárkózni, Valdeszkóval van fej-fej mellett, visszacsúszik az ötödik helyre Polistena. Egyelőre Mágnás Öcsi uralja ezt a társaságot, még mindig legalább három osszal megy Matthias Corvinusszal szemben. János Vitéznek a dobogért kell küzdenie Valdeszkóval. Az utolsó 100 méterhez érve úgy tűnik, hogy nem lesz itt küzdelem. Mágnás Öcsi hasonlóan erősnek tűnik, mint bemutatkozó versenyében Mocsinka Viviennel. Mágnás Öcsi kilép a nyeretlenek közül. Mágnás Öcsi a futam, mögötte Matthias Corvinus és János Vitéz a második és a harmadik. A negyedik hely végül is Valdeszkóé lesz majd, és mögöttük jönnek csak a többiek.